Védőnők napja Rákos mentén. A 110 éves védőnői szolgálat szakembereinek munkáját ismerték el a Podmanicki rendezvénykastélyban. Elkészült a Nébih útmutatója az élelmiszerek kettős minőségének vizsgálatához. A kiadvány részletes magyarázatokkal, grafikonokkal, közérthető módon nyújt segítséget a termékeket előállítóknak és a forgalmazóknak egyaránt. Felelős nyári állattartás. A kánikulában fokozott figyelmet kell fordítanunk a kis kedvenceinkre. Köszöntöm Önöket, a Rákosmente Televízió krónikáját látják a kerület legfontosabb eseményeivel. A Védőnők napja alkalmából köszöntötték a Rákosmenti Védőnői Szolgálat munkatársait a Podmanicki rendezvény kastélyban június 17-én. Az eseményen az év védőnői elismerést is kiosztották, mert idén Olá Réka iskola védőnő vehetett át, akit Horváth Tamás polgármester is köszöntött. A rendezvényen a városvezető mellett Dunai Mónika országgyűlési képviselő méltatta a 110 éves múltra visszatekintő szervezet szakembereinek tevékenységét. Az ünnepségen továbbá jelen volt dr. Füzesi Péter alpolgármester is. Június 13-át a Magyar Védőnök napjaként tartjuk számon. Ez alkalomból június 17-én a Rákosmenti Védőnői Szolgálat szakembereit köszöntötték a Podmanicki rendezvénykastélyban. Az ünnepségen Horváth Tamás polgármester beszédében a védőnök lelkiismeretesen végzett munkáját méltatta. Mindig van, úgy gondolom, olyan ötletük önöknek, vagy tanácsuk, ami jól jöhet a kismamáknak, a gyermeknevelésben, gondozásban. És ez egy nagyon fontos feladat, és természetesen szeretnénk is ezt megfelelően üzemeltetni, ezt a rendszert, de hát ez nem egy önkormányzati feladat alapvetően, hiszen országos üzemeltetésről vagy működtetésről van szó, és úgy gondolom, hogy az utóbbi években a védőnői szolgálat most már megfelelő szintre emelkedett az elismerésben, hiszen Hungarikum nyilvánította a kormány a védőnői szolgálatot. Ugye most elkészült egy könyv és elkészült egy film is erről, aminek nagyon örülünk. A jelenlévőket Dunai Mónika országgyűlési képviselő is köszöntötte, és mint fogalmazott, a Magyar Védőnői Szolgálat magas színvonalon végzi a feladatait, valamint a szülővé válás folyamatában szintén jelentős fogódzókat ad az érintetteknek helyi szinten is. A védőnők azok, akik az újszülött bölcsőjéhez visznek minden szépet és jót, hogy az újszülött, az édesanya, édesapa és az egész család ebből a hozományból tudjon majd építkezni, tudja táplálni, tudja szeretni, és jól szeretni, és jól nevelni a gyermeket, a gyermekeket. Hogy én nagyon köszönöm azt, én is azt a tevékenységet, azt az odaadó munkát és szakértelmet, amellyel önök gondozzák a rákosmenti gyermekeket, egészen nem is a születés pillanatától, hanem már a várandóság, az áldott állapot első perceitől szinte. Dunai Mónika hozzátette, a védőnők a munkájuk segítése érdekében a jövőben is számíthatnak minden szükséges támogatásra. Ács Rozália, a Rákosmenti Védőnői Szolgálat intézményvezetője kitért rá, fontos, hogy legyen egy kijelölt időszak, mikor megfelelő tisztelettel megköszönjük a védőnöknek a fáradozásaikat és a pandémia idején tanúsított szakmai erőfeszítéseiket is. Először is ugye még mindig vissza kell emlékeznünk a Covid-ra, amikor a Rákosmenti Védőnői Szolgálat kidolgozott egy olyan szakmai lehetőséget, hogy a családokat ebbe a helyzetbe is elérje, támogassa minden családot. És amikor most már szabadabb lehetőségünk lett, ismét személyes találkozásokkal tudunk ott állni a családok mellett, és minden tekintetben segíteni iskolába, óvodába, családok otthonába is. A rendezvényen jelenlévők egy-egy ajándékot kaptak, az év védőnője kitüntető cím odaítélésével pedig idén Olá Réka iskola védőnő munkáját ismerte el a Rákosmenti Védőnői Szolgálat. Én nagyon-nagyon meglepődtem azon, hogy én kaptam ezt a megtiszteltetést, hogy elismerték a munkámat. Én még csak 5 éve dolgozok itt, ez volt az 5. tanévem, és nagyon-nagyon jó érzéssel fogadott az, hogy megbecsülték a munkám, hogy elismerték, hogy jól csinálom. Tehát egy megerősítést kaptam, hogy jól csinálom a munkámat.
Az esemény zárásaként egy kis filmet tekinthettek meg a résztvevők a 2015-ben Hungarikummá nyilvánított, 110 éves múltra visszatekintő magyar védőnői szolgálat működéséről. Hosszas vizsgálati eljárásokat követően elkészült az útmutató az élelmiszerek kettős minőségének vizsgálatához című kiadvány, melynek összeállítását megelőzően széleskörű iparág és kereskedelmi egyeztetéseket folytatott a NÉBIH, ezáltal is biztosítva, hogy a dokumentum részletes magyarázatokkal, grafikonokkal közérthető módon nyújtson segítséget, elsősorban az élelmiszerek előállítóinak és forgalmazóinak. Magyarország kormánya évek óta foglalkozik a kettős minőség jelenségével. Az elmúlt évek vizsgálatai bebizonyították, létező probléma, hogy a nyugat-európai országok termékei, habár azonos csomagolásúak és márkanevűek, mint a más közép- vagy kelet-európai állam árucikkei, mégis jóval magasabb színvonalat képviselnek. Ebből kifolyólag a NÉBIH elkezdte széles körben vizsgálni az élelmiszereket hazai és külföldi viszonylatban egyaránt. Mi ugye az élelmiszerekkel foglalkozunk, ebben viszont nagyon széles palettán választottunk termékeket. Az alkoholos italoktól elkezdve az édességeken keresztül, snackek, készételek. Volt, amikor még friss gyümölcsöket is vizsgáltunk, ebben az utolsó kampányban ez nem került előtérbe. Úgyhogy nagyon széles körű volt a meríték, és mindegyikből természetesen olyan nagy márkáknak a termékeit választottuk, amelyeket több országban lehet forgalmazni. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal 2018 és 2021 között az Európai Unió fogyasztóvédelmi projektjének részeként mintegy 120 Magyarországon, Németországban és Ausztriában kapható termék összehasonlítását végezte el. A kezdeményezés egyik fő célja az árucikkek kettős minőségének, mint jelenségnek a kutatása volt, azaz annak felderítése, hogy milyen gyakoriak a különbségek és melyek az eltérések lehetséges okai. A maga az útmutató ezek a 120 termék féleség ellenőrzése után indult tulajdonképpen ennek a megírása, illetve a problémák feltérképezése. Maga a folyamat az úgy zajlott, hogy ezeket a termékeket, duókat, illetve terméktriókat ellenőriztük, amennyiben a termékeknél kettős minőségre utaló jelet találtunk, eltéréseket a termékek között, akkor felvettük a gyártókkal, forgalmazókkal a kapcsolatot, és elindult egy párbeszéd minden egyes termék kapcsán. És ezek alapján jöttek össze azok a kérdések, amelyeket az útmutatóban később rendeztünk, megpróbáltunk példákon keresztül egy tiszta képet lefektetni, mind a két fél a fogyasztók érdekében ugyanazt értse a kettős minőséggel kapcsolatos kérdések mögött. Az útmutató további szándéka, hogy segítséget nyújtson az ipar és a forgalmazó cégek szakembereinek a kifogásolt jelenség azonosításában, valamint kezelésében. Ugyan az ellenőrzési folyamatok még csak a közeljövőben indulnak, a szabálysértők pénzbírságra számíthatnak azokban az esetekben, ha a felszólítás ellenére nem végzik el a hatóság által kért módosításokat. Ugye az ellenőrzések még nem indultak el, jelenleg a vizsgálatok eredménye kapcsán, hogyha kettős minőséget állapítunk meg, akkor egyeztetünk, felhívjuk a figyelmét az előállítónak, forgalmazónak, hogy mit találtunk a termékével, bekérjük azokat az objektív okokat, ha léteznek, amelyek ezt az eltérést eredményezhetik. Hosszú távon természetesen, mint minden jogsértés, majd később intézkedéseket vonhat maga után. Mivel ez egy termékkel kapcsolatos nem megfelelés, ezért a jelölést fogjuk majd kijavítatni, hogyha egy ilyen jogsértő terméket találunk, illetve hogyha ezt a vállalkozás nem teszi meg, akkor mint mindig a bírság az az eszköz, amely még a hatóság rendelkezésére áll. Dr. Nagy Attila hangsúlyozta, a jogszabály csak azokban az esetekben engedi a kettős minőség meglétét, amikor a termék színvonala és összetétele objektív okokból mutat eltérést, azonban ilyen alkalmakkor is tájékoztatni kell a fogyasztókat. Az elmúlt napokban tapasztalható hőség a legtöbb ember szervezetét fokozott mértékben megterheli. Ugyanakkor fontos szem előtt tartani, hogy a tartósan meleg időjárás a házi kedvencekre is veszélyt jelenthet. Ebből kifolyólag számos állatvédő szervezet, köztük a 17. kerületi Nói Állatotthon a felelős állattartás írott és íratlan szabályaira igyekszik felhívni a gazdik figyelmét. Szerencsés helyzetben vannak a Nói Állatotthon lakói, hiszen ameddig várják az álomgazdíjukat, árnyas fák alatt pihenhetnek, többek számára pedig még fürdőző medencék is rendelkezésre állnak.
A kánikula beköszöntével elengedhetetlen számukra a hűsítés, melyből adódóan az alapítvány szóvivője a felelős állattartás alapvető szabályaiba is betekintést engedett. Schneider Kinga elmondta, ez időtájt az egyik legjelentősebb probléma az autóban hagyott kedvencek kérdésköre. Nagyon sokszor előfordul, hogy beállunk egy pici árnyékba, beszaladunk a bevásárlóközpontba, csak egy tejér kenyérért, közben az az árnyék onnan eltűnik, meg amúgy is hiába van ott árnyék 40 fokban. Bent viszont nagyon kellemes hűs az idő, hiszen megy a légkondicionálás, egy pillanat alatt eltelik fél óra, 40 perc, ami gyakorlatilag halálos lehet az autóba bezárt kísérletnek. Emellett egyaránt előfordulhatnak különböző sérülések, például a toklász szezonból adódóan. A gyomnövények elszáradt kalászai könnyedén képesek belefúródni a bőrbe, és sok esetben csak sebészeti úton távolíthatók el, így egy-egy sétát követően célszerű átvizsgálni akár a kertben, akár a lakásban tartott négylábúakat. Akik mondjuk lakásban vannak tartva, ott nagyon fontos arra odafigyelni, hogy mikor visszük sétálni. Hiszen ha nem nagyon korán visszük, vagy már napnyugta után, a hűvösebb időben, akkor akár meg is égetheti a talpát, a forró beton, vagy mondjuk egy légkondicionált lakásból kihoz, főleg ez az egyébként az idősebb beteg kutyáknál kijön a légkondicionált lakásból a forróságba, visszamegy a forróságból a légkondicionált, tehát hogy ez úgy, ahogy az embereknél, az állatoknál is gondot okozhat. Az udvarban mindig biztosítsunk árnyékos területet, továbbá érdemes akár több helyre is kihelyeznünk nagyobb mennyiségű ivóvizet. Mivel az emberekhez hasonlóan ilyenkor az állatok mozgás igénye is csökken, mérsékelhetjük az étel mennyiségét. Nagyon fontos, hogy egy jól ápolt szőrzet az, ahogy a hidegtől, a melegtől is megóvja az állatot. Tehát, hogy érdemes, hogyha a kutyának egyébként olyan a szőre, hogy azt megfelelően lazítani lehet, fésülni lehet, stb., akkor nem feltétlenül kell levágatnunk. Viszont, hogyha olyan a szőre, ami összeáll, csomósodik, akkor fontos, hogy ezt a nyáron rendszeresen ápoltassuk a kozmetikussal. Tartsuk szem előtt, hogy a házi kedvencek többsége nehezen viseli a meleget, ezért fontos, hogy probléma esetén mielőbb forduljunk állatorvoshoz. Június 15-én nyitotta meg kapuit Lipták György grafikus művész kiállítása a Rákosmenti Micimack óvodában. A tárlat az alkotó elmúlt 4 évtizedes munkájából állt össze egyfajta válogatásként. Az esemény keretében melyet dr. Pilát Károly, Rákos Csaba Újtelep önkormányzati képviselője nyitott meg. Az intézménybe járó növendékek egy interaktív foglalkozáson is részt vehettek, ahol maguk is kipróbálhatták az alkotás folyamatát. Lipták György grafikus művész kiállításának adott helyet a Rákosmenti Micimack óvoda. A tárlat megnyitóját június 15-én tartották meg a Rákos Csaba Újtelepi Kisgyermeknevelő Intézményben. Az elsősorban edukációs céllal életre hívott eseményen az alkotó elmondta, a bemutatott anyagok kiválogatása során arra törekedett, hogy megmutassa azokat a különféle technikákat, amelyeket a pályájának eddigi több mint 4 évtizede során sikerült elsajátítania. Különböző technikák vannak, van, ami színestól, tinta, merített papíron, ceruza, különböző nyomatok, vasmaratás, rézmaratás, szitanyomat. Amint Lipták György utalt rá, óvodás korban a leginkább fogékonyak a gyermekek az új impulzusokra, a vizuális látásmód minél korábbi kialakulása pedig kulcs szerepet játszhat a tehetségek későbbi kiszűrésében. A vizualitást és a úgymond kétkezi dolgokat nem lenne szabad, én szerintem, most ez háttérbe van szorítva, ezt hagyni kellene, hogy ez kibontakozzon a gyerekekbe. Na most ott majd az kiderül, hogy van-e köztük olyan, aki ez annyira érdekel, mert mondják, hogy kitartó, elszánt. Ezt nem lehet azzal csinálni. Az egy belső világnak a kényszere, hogy ezt ő megelevenítse. És ez majd ki fog derülni. De addig mindenképp el kellene jutni, hogy amit az elején is mondtam,
hogy ez a nyitottság, ez meglegyen. A program részeként egy foglalkozásra is sor került, ahol a résztvevők kipróbálhatták magukat a meghatározott alkotási folyamatokban. Kovács Népálvölgyi Gabriella intézményvezető örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a grafikus művész egyéni szakmai ismereteit a növendékek fejlesztésének szolgálatába állította, hiszen a létesítmény mindennapi működésének szerves részét képezik a kreativitást igénylő tevékenységek és feladatok. Ez egy nagyon jó lehetőség a gyerekeink számára, hiszen itt a mindennapok során az óvodás gyerek is alkot, ugye nagyon sok kreatív tevékenységet szervezünk a gyerekeknek, tanítjuk a különböző technikák elsajátítását, a festést, a vágást, a ragasztást, a színezést, ugye ennek van egy folyamata, és ez a gyerekek számára egyébként is egy nagyon vonzó tevékenység. A kiállítást dr. Pilát Károly, Rákos Csaba Újtelep önkormányzati képviselője nyitotta meg, aki arra is rávilágított, hogy ez egy több szempontból is egyedi rendezvénynek számít a 17. kerületben, ezért a projekt megvalósulását szívesen támogatta. Én nem tudok róla, hogy bárhol lett volna ilyen a kerületben semmiképpen, de szerintem talán még a fővárosban sem, hogy egy óvodába, egy kiállítással összekötött ilyen, nevezzük idézőjelben mesterkurzus, vagy fiatal mesterkurzust itt összehoznak. Úgyhogy nagy örömmel támogattuk ezt az elképzelést, és én abban bízom, hogy egyébként, mint minden jó kezdeményezésnek lesz majd valahol folytatása, vagy valami hasonló ilyen munka alapú tanítás segítő projektek jönnek létre, akár már óvodáskorban is. Liptek György az óvoda számára két művet is felajánlott, melyek a mai korhoz igazodva a www.micimacko.hu nevet viselik. Képi megjelenítését tekintve két betűhalmazról van szó, amik egy teljes alkotási folyamatot mutatnak be, hiszen az egyik egy nyers, míg a másik pedig egy már befejezett változatot ábrázol. A kiállítás június 23-áig tekinthető meg a Rákosmenti Micimackó óvodában, az intézmény nyitvatartási idejében. Most következzen néhány fontosabb hír a közelmúlt eseményeiből. Június 30-án lejár a járványügyi veszélyhelyzet idején automatikusan meghosszabbított valamennyi személyazonosító okmány érvényessége. Ezért az ügyfélszolgálatok rendkívüli nyitvatartással üzemelnek, így hétvégén is lehetőség nyílik az ügyintézésre. Ezen időszak alatt Budapest és Pest megye valamennyi kormányablaka, vidéken pedig az arra kijelölt ugyanilyen jellegű létesítmények 8 és 14 óra között fogadják az érkezőket. A Magyar Közlöny 2021. december 17-i számában jelent meg az a parlament által elfogadott rendelet, amely rögzíti, hogy akinek 2020. március 11-e, illetve 2020. július 3-a között, vagy 2020. november 4-e és 2022. május 31-e között járt, vagy jár le a hivatalos okmánya, annak iratai érvényesek maradnak egészen 2022. június 30-áig. A jogszabályi döntés értelmében, valamint a gördülékenyebb és gyorsabb ügyintézés érdekében június hónapban hétvégenként rendkívüli nyitvatartással üzemelnek a budapesti, Pest megyei, illetve az ugyanerre a célra kijelölt vidéki kormányablakok. Utalt rá dr. Hugyec Gabriella, a 17. kerületi kormányhivatal vezetőhelyettese. A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró, itt a koronavírus járvány alatti veszélyhelyzetről beszélünk, az alatt lejáró okmányokat nem kellett meghosszabbítani, erre a jogi szabályozás június 30-áig adott lehetőséget. Arra tekintette, hogy nagyon sok lejáró okmány van, igyekezett Budapest Főváros Kormányhivatal segíteni a lakosságot azzal, hogy Budapesten és Pest megyében az összes kormányablak, vidéken pedig 120 kijelölt kormányablak van, május végétől június végéig, szombaton és vasárnap 8 és 14 óra között teljesen normál műszakban nyitva. Ezeken a napokon előzetes időpontfoglalás nélkül is lehet ügyeket intézni. Ebben az esetben 30 és 60 perc közötti várakozási idővel kell számolniuk az érintetteknek. A hivatal vezető helyettes hozzátette, hétvégén kizárólag a lejáró személyi okmányok meghosszabbítására biztosítanak lehetőséget. Ilyen a személyigazolvány, a vezetői engedély és az útlevél.
A gépjármű műszaki meghosszabbítása miatt nem a kormányablakokat kell felkeresni, hanem a műszaki állomásokat, és ott fogják ezt intézni. A kormányablakok hétköznap a megszokott menetrend szerint, valamint teljes körű szolgáltatást nyújtva fogadják az ügyfeleket. Hétfőtől péntekig az egyes helyszíneken való megjelenést követően sorszámhúzással határozhatjuk meg, hogy mikor kerülünk sorra az ügyintézésben. Amennyiben gördülékenyebbé szeretnénk tenni ezt a folyamatot, előzetes időpont foglalással a 1818-as telefonszámon, illetve ügyfélkapu segítségével a központi időpont foglaló alkalmazáson keresztül jelölhetjük ki a számunkra legalkalmasabb periódust. A 6 évtizedes Rákoshegyi VSE kimagasló sikerekkel zárta az idei szezont. Több országos és nemzetközi megmérettetésen állhattak az egyesület tekézői a dobogó legfelső fokára, többek között az észtországi világbajnokságon is. Mindemellett a versenyidőszak zárásaként megrendezésre került a saját szervezésű Csipet Kupa bajnokság, ahol profi és amatőr játékosok egyaránt számot adhattak a tudásukról. A 60 éves múltra visszatekintő Rákoshegyi Vasutasport Egyesület az elmúlt 6 évtized során számos elismerésben részesült. A tekézők kimagasló teljesítményének köszönhetően nem csak hazai, de nemzetközi szinten is eredményes szezonokat tudhat maga mögött a klub. Igazából ugye felnőtt szinten is elmondhatjuk, hogy nagyon szépen szerepeltünk a szegedi egyéni bajnokságon, illetve elmondhatjuk azt is, hogy csapat szinten is, hát most 5. helyen végzett a női csapatunk, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy a lányokban több van, és a következő cél az az, hogy megint a 3-ban az előkelő helyen ott lenni szuperligás szinten. A legutóbbi versenyidőszak alkalmával egyedüli magyar lányként jutott ki az észtországi világbajnokságra Kis Horváth Luca, aki elmondta, a májusban lezajlott megmérettetés igazi örömjáték volt számára, ott ugyanis nem csak tandemben, de egyéni számban is sikerült a dobogó legfelső fokára állnia. Igazából már alapból az egy nagy sikerélmény volt számomra, hogy kiutazhattam, ugyanis ugye minden országból egy ember utazhatott, tehát ez azt jelentette számomra, hogy én vagyok a legjobb az országban. Ez már alapból egy megtiszteltetés volt. Ugyanakkor maga az, hogy azon a gyönyörű pályán dobhattam idézőjel elsőként, az szintén egy óriási öröm volt számomra. Igazából örömjátéknak fogtam fel az egész világbajnokságot, és szuper élmény volt. Hát amikor megnyertem az tandemet Osváth Dániellel, akkor nagyon-nagyon boldog voltam, ugyanakkor másra nem tudtam fókuszálni, csak hogy másnap az egyénin is sikert érik el. Nekem egy célom volt, amikor kimentem, hogy meglegyen az egyéni csúcsom. Ez sikerült kétszer megdöntenem, és mindig a legjobbkor tudtam rajta javítani, úgyhogy ez is óriási örömmel töltött el. A játékos hozzátette, az edzések mellett kiemelt fontosságú a mentális felkészülés, mely az egész egyesület körében jelentős méreteket ölt. A Rákoshegyi VSE tekésberkekben egyebek mellett a saját szervezésű Csipet Kupa elnevezésű megmérettetéséről is ismert, ami idén május 2-a és június 9-e között zajlott le, ezzel egyidejűleg pedig az elhunyt csapattársak emléke előtt is tisztelgett az egyesület. A Csipet Kupa az minden évben egy olyan rendezvény, itten a pandémia miatt egy kicsikét elmaradt egy-egy év, de most már megint lendületben vagyunk. Ez olyan általunk meghirdetett, tulajdonképpen onnan jött, hogy egy Csipet csapat jelleggel, és úgy hirdettük meg ezt a versenyt, hogy valamennyi Magyarországon lévő egyesület, tehát budapesti és vidéki egyesületeknek is a csapat tagjai, illetve minden sportot, tekesportot kedvelő is részt vehet ezen. Külön van amatőröknek, külön van versenyzőknek, és ezeket így megszervezzük. Azon túl összekötjük egy olyan valamivel, amivel emléket szeretnénk állítani a régi csapatjátékosainknak, és egy ilyen emlékkupát is szervezünk ez időben. Tehát együtt megy a Csipet Kupa és az emlékkupa. Reméljük, hogy még sokáig. A profi és amatőr versenyzők számára rendezett Csipet Kupa bajnokság a zárónapon, azaz június 11-én a már megszokott módon jó hangulatú, közös bográcsozással, majd eredményhirdetéssel ért véget. A Rákosmente televízió krónikáját látták. Riportjainkat visszanézhetik honlapunkon, a rákosmente.tv.hu oldalon.
Vigyázzanak egészségükre, minden jót kívánunk, viszontlátásra!